Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás mit gondol, mi a terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol van egy elemzés, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ha nála nem tudod, hogy hány órakor született, ez nem gond, hiszen a bolygók állását enélkül is meg lehet állapítani. Azon kívül az indiai asztrológiában van az úgynevezett Chandra Lagna horoszkóp, tehát át lehet a horoszkópot vinni egy hold horoszkópba, és akkor ebben a hold horoszkópban meg lehet állapítani az aszcendentust és az életházakat. És most visszatérek a kérdéseimre. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez az út. Itt kivirágzik minden. Vannak nála jó döntések. Ez az út lehet egy döntés, de lehet egy közös életút is. Itt a könyvek utalhatnak az ő tudására, vagy egy továbbképzésre, de jelenti az ő tartását is, hogy jelenleg még zárkózott, de ennek ellenére az utaknál látható, hogy vannak tervek, van egy kiút, vannak elképzelések, de nem beszél nyíltan erről. Hogyan érzi magát? Itt a hajó jelenti a reményt, de jelenthet külföldi kapcsolatokat is, mint például barátságokat. Az is lehet, hogy barátilag közeledik hozzád, és tervez veled egy utazást. Vagy itt vannak kapcsolatok a külföldiekkel. És mit fog tenni? Itt a hegy. Jelenthet hegyvidéket is, hogy oda vezet ez az út, és ez lesz az utazás. A kutya azt is jelentheti, hogy szeretné, hogyha együtt meglátogatnátok a barátokat, és ez lehet egy hegyvidék. Amit a hegy még jelent, ami őt vagy téged blokkol. De megvan ahhoz a remény, annak ellenére, hogy ő még zárkózott, hogy itt van a hűség, vagy hogy barátilag, barátságosan közeledjen hozzád. Mi köt össze benneteket? Itt a madarak jelentik a könnyűséget, jelentik a vidámságot és a beszélgetéseket. Ő ugyan zárkózott, de vannak tervek. Itt a remény, lesz egy utazás. Barátilag közeledik hozzád. Ő érzi, hogy te visszahúzódó vagy. Ez blokkolja vagy őt, vagy téged. És ő szeretné ezt rendezni, hogy ez elmúljon, és meglegyen a mozgás, a könnyűség, a vidámság, és hogy tudjatok egymással beszélni bizonyos dolgokról, mint például barátokról, az utazásról, vagy a döntésekről. Esetleg
továbbtanulásról. Érdekes az is, hogy itt tanulásról van szó, beszédről és külföldről. Ez lehet egy idegen nyelv tanulása is. És ez volt a jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!